az aranykor azt a célt szolgálná, hogy az emberek olyan gyorsan tanuljanak, hogy képesek legyenek feljutni egy magasabb létformába, úgy, hogy tudatosan feljutni a magasabb létformába. Ehhez nyilván az kell majd a magasabb létformában, hogy nem meghalsz, hanem lecseréled a testedet. Az nagy különbség, hogy meghalsz, vagy lecseréled a testedet. Oké? Tehát lecseréled nem egy csecsemőre, nem egy gyerekre cseréled le, hanem egy fiatal felnőttre. Egy fiatal felnőtt testre. De az azt jelenti, hogy az aranykorban az is meg lesz tanulva, tanítva, hogy az ember szabadon kibejárhasson a testébe. Világos ez? Maga a lélek. Tehát maga a lélek szabadon kibejárhasson a testébe. Tehát ugye a fenti létformában nincs testhez rögzített lélek, csak itt a Földön az embereknek van ez a kiváltsága. Jó? Tehát lényeg az, hogy gondoljátok végig, van egy fő célja az emberiségnek, illetve az emberiséggel a fentieknek, és hát az emberiségnek is, mert az emberek ezért jöttek le. Tehát azért jöttek le ide a Földre, hogy annyi tudást és tapasztalatot szerezhessenek, hogy képesek legyenek a fenti létformába visszakerülve pontos megkülönböztetést tenni minden jó és minden rossz között. És szándékosan, még véletlenül se akarjanak rosszat másoknak. Oké? Tehát, mert ugye miért nem? Nagyon egyszerű, mert megtapasztalták azt a tudást, ami az elnyomás idején történik egy emberrel, amikor elnyomást kap és elnyomást érez, hogy az vajon mennyire jó, vagy mennyire nem jó. Szóval a lényeg az, hogy az emberek nyilván ezt tudatosan nem tudják, csak ha tanulják, hogy azért jöttek le a Földre, hogy ne járjanak úgy, mint Lucifer meg a követői anno annak idején, de tényleg ezért jöttek le. Mert ugye a Lucifernek nem volt egy olyan fajta iskolája, mint a Föld, és ezáltal ugye saját élete során élte meg a jót és a rosszat, és ez úgy működik, hogyha egy lény hosszú ideig problémákkal találkozik, akkor, tehát egy értelmes lényről van szó, de ez még egy állatra is igaz, egy fejlettebb állatra is igaz, ha hosszú ideig problémákkal találkozik, akkor hát elkezd olyan dolgokat tenni, ami nem abban a helyzetben, nem szeretet alapon és nem optimálisan működik. Szóval a lényeg az, hogy az embereknek a lelke olyan tapasztalatot kell gyűjtenie itt az élete során, vagy az életei során, ahol visszakapva azokat a tudásokat és információkat, amit a legutolsó életével lezár, és visszakapja az összes tudást, amivel létezett a világegyetemben, akár nem emberként is. Jó, amikor ilyet kitalálnak, hogy neked te kő is voltál, meg mit tudom én, hangya is voltál, akkor ezen csak jókat szoktam mosolyogni. Szóval ez úgy hülyeség, hogy van, na mindegy, szóval nem azt a fajta tudást, jó? Mert neked meg kell élni még a kőséget is, érted?
meg a növénységet, hogy milyen növénynek lenni, szóval ez hihetetlen. Tehát egy értelmes ember, egy értelmes lénynek ilyeneket nem kell megélni, mert az értelmével fel tudja fogni. Tehát ezért ilyen egyszerű. Jó? Tehát nyilván, ha nem lennénk értelmesek, akkor lehetne ezt mondani, de mivel értelmes lélekről van szó, ezért ugye azt fel tudja fogni. Tehát onnan tudni, hogy egy lélek milyen értelmes tudás nélkül, hogy a pici gyerekkel, az egész picivel meg tudsz értetni dolgokat. Jó? Úgyhogy a lelkéhez beszélsz, és megérti a gyerek. Szóval, hát csak azért nem tudják ezt a szülők, mert nem próbálták. Mert azt hiszik, hogy egy kis tudatlan setes uta valakivel, valakiről van ott szó, ugye ott egy ilyen csecsemő testben. Jó, szóval itt vagyunk mi emberek, és aranykortba kellene jutnunk, de azt gondolják itt a Földön nagyon sokan, hogy csak úgy maguktól az aranykorba bejutnak. Na most én tudom, hogy azért jöttem le a Földre, hogy azt a tudást, ami ahhoz kelljen, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba, azt képes vagyok átadni. Tehát képes vagyok átadni. És lényeg az, hogy ugye, ha most tudom én, csinálnánk egy ilyenfajta felmérést az embereknél, hogy ugye egymás után hanyadik életet élte le itt a Földön, akkor így az én esetemben kiderülne, hogy az előző életem az nem földi létforma volt. De nem is kő. Jó? Így van. Se olló, se papír, se olló, így van. Jó, szóval lényeg, hogy ugye nézzük akkor tovább ezt az aranykor kérdést, ez elnyomásmentes társadalom, ugye ban tudják az emberek azt elérni, a szociális emberek, hogy annyit tanuljanak, ami ahhoz kell, hogy képesek legyenek utána a felső létformába felkerülni. Ez nem azt jelenti, hogy ahhoz akkor meg kell halni, hanem az azt jelenti, hogy fogja és kilép a testéből. Tehát megtanulja ezt, hogy ki tudjon lépni a testéből, és fogja és elhagyja a testét. Világos ez? Tehát maga a halál most egy kényszer. Tehát a legtöbb ember számára. Bár a szellemileg fejlett embereknek ez nem kényszer, mert fogják és szó szerint elhagyják a testüket. Anélkül, hogy megszenvednék azokat a halál előtti napokat, heteket, órákat, vagy hónapokat, amit manapság az emberek megszenvednek. Tehát ami azt jelenti, hogy nem azért hagyja el majd valaki a testét, mert mit tudom én, akkora nyűk, hogy el kell hagyni, hanem azért, mert ezzel a testtel már nincs dolga. Világos ez? Oké? Tehát most gondold végig, ez a test, ez 21 éves kortól öregszik. 21 éves kortól. Tehát akkor eléri a maximumot 21 éves korba, és utána onnantól kezdve öregszik. És ugye ez nem lineális, hanem egy kicsit exponenciális. Tehát ami azt jelenti, hogy idősebb korban gyorsabban öregszik. És ugye még idősebb korban még gyorsabban öregszik. Ezért ugye, ha megnézitek, ez tényleg így van. Ezért ez ugye egy kis exponencialitás van benne, hanem is sok, de nem lineális, az biztos az öregedés. Szóval gondold végig, hogy ez úgy fog lezajlani, hogy az emberek az aranykorban egyszerűen azt mondják, hogy jó, akkor már ugye megkaptam az információt arra, hogy mehetek a fenti létformába, és akkor fogja, kilép a testéből,
és lélekként elhagyja a bolygót. Oké? Jó? Tehát nem kell megélni ennek a halál előtti időszaknak a gyötrelmeit. Jó? De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye ahhoz viszont, hogy az ember ezt megtehesse, ahhoz ugye tanulnia kell, fejlődnie kell, méghozzá olyan dolgokat kell tanulni, amivel módszereket tud használni. Tehát minden fejlődéshez módszer kell. Tehát ha csak tudást adnak, de módszert nem adnak hozzá, mi az, hogy tudás, hogy ilyen vagy, ilyen legyél? Jó? Tehát, de ha nem mondják meg, hogy hogyan váljon az ember olyanná, nem mondanak pontos használati utasítást, ez olyan, tehát a képzések nagy része olyan, mintha egy olyan receptkönyved lenne, hogy azt mondanák neked, hogy süss, vagy főz, ezt vagy azt, de nem mondanák meg, hogy hogyan. Érted? És megmutogatnák esetleg, hogy az hogy néz ki. Érted? Sőt, még lehet, hogy meg is kóstolhatnád, de nem mondanák el, hogy hogy kell megcsinálni. És akkor találd ki magad, hogy hogy kell megcsinálni azt, amit láttál, vagy meg is kóstoltad. Érted? Tehát ilyenek a képzések, nem nálam, szerte a világban. Érted? Tehát magyarul felkeltik rá az érdeklődést, hogy hú, de szép, hú, de jó, de azt, hogy hogyan jusson el oda az ember, tehát ugye azt képletesen szólva mondom, azt a süteményt, vagy azt a levest, vagy azt a második félét, hogyan csinálja meg az ember, azt nem mondják el. Tehát magyarul hiányzik az a pontos útmutatás. Ugye ebben különbözünk a többiekben, többiektől, hogy pontos útmutatást adok gyakorlatilag mindenre. Tehát mindenre, hogy hogy juss el A-ból B-be. Jó? Tehát lényeg az, hogy az embereknek tudás kell ahhoz, hogy elérjék azt, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Tehát az aranykorba már nem lehet elnyomás. Azért nem lehet elnyomás, azt értsd meg, mert ha elnyomást csinálsz az aranykorban, azzal megakadályozod a saját és azoknak a személyeknek a fejlődését, akit éppen elnyomsz. Világos ez? Tehát az aranykor az egy olyan társadalmi forma, ahova már előkészülettel lehet bejutni, úgy, hogy az ember képes kezelni azt a helyzetet, hogy te elnyomást kapsz, és nem adod tovább. Világos ez? Tehát magyarul magát az elnyomást képes vagy kezelni. Ezt még az aranykor előtt kell megtanulni, és ez a legtöbb embernek baromi nehéz megtanulni, mert hosszú gyakorlás következményeként tudja ezt elsajátítani. Tehát hosszasan kell gyakorolni, és addig, mire ezt megcsinálja, rengeteget fog még hibázni, de egyre kevesebbet. Világos ez?